Nem szeretném a rendet fölborítani, szeretettel üdvözlök mindenkit, így aki bevállalta a szombat reggelt, aki bevállalta, ez biztos akar valamit tudni, és remélem, tudni fogunk új elemeket a fizika világából. Karcsi és Tamás, amikor felvetették, hogy lesz egy ilyen program, mondom, jövök. Persze, nekem vannak főnökeim otthon, tehát ez, aki nem házas, ez nem tudja, mit jelent, de lényeg az, hogy a főnök, amikor azt mondja, most szombati nap, ez nem az egyetemi, akkor nekem mennem kell. Örülök neki, hogy Karcsi és Tamás vállalkozták erre, hogy érdekes kísérleteket mutatnak nekünk. Ez az érték, ami itt van ebben az épületben, én is ide jártam, tehát nagyon régen volt, 87-ben, 3,5 éven keresztül, akkor a fizika még 3,5 éves volt az én, és volt egy ráadás a vége felé az 5. évben, ez inkább a kvantummechanika volt, kvantumfizikának hívták. Ez az érdekesség, ami itt van ebbe az épületben, meg ezen az egyetemen. Mi Műszaki Egyetem vagyunk, persze is ott van hozzá is gazdasági, nem akarom bántani a gazdasági kollégákat, de azért ez 240 év, ebből 220 csak Műszaki Egyetem volt, tehát itt a fókusz a Műszaki. Műszaki fizika nélkül nincsen, és a fizika nem csak elmélet, unalmas tud lenni, ha csak könyvből tanulunk. Nézzük meg, mi fog történni, itt az előbb elhangzott, itt a folyadék téma, hogy a Dunába bedobok egy követ, és oda dobom a diplomámat, ez diplomámat nem dobom oda azért, de ez hangzott el, akkor mi történik ilyen esetben, olyan esetben. Tehát az a lényeg, hogy a mérnök generációk, nagyon sok mérnök generáció nőtt fel itt, és az újabb mérnök generációk, őrizzék meg ezt az értéket, és tanulmányozzák. Ez az érdeklődés, ami most mutatkozik, hogy szombat reggel 10-kor, péntek éjszakai utáni állapot, azért ez nem triviális, ahhoz erős akarat kell, ahhoz, hogy valaki fölkeljen szombaton korán. Mi, amikor Schönherzben voltunk, nem az volt jellemző ránk, hogy szombaton korán kelnénk, azért a péntek este izgalmasabb volt, mint a többi este. Én nem akarom szaporítani a szót erről a tevékenységről, nagyon sokat tudnék mesélni, de én köszönettel tartozok itt a kollégáknak, Karcsinak, aki ennek az atya, és a Tamás, aki leendő atya, tehát ő most még fiatal ezen a területen, de ő fog izgalmas pár 5-6 éve a villamos hallgatóknak tartja a fizikát. Hálások vagyunk nekik, hogy ezt az alapot megadják nekünk. Fizika nélkül nincs mérnökség. Még azt szoktam mondani, a mérnök informatikus kontraprogram tervező informatikus, mi a különbség a kettő között, mi tudjuk pontosan, mi folyjuk a billentyűzet alatt, a többiek azt se tudják, csak verik a billentyűzetet. Tehát az informatikusok terén is értjük, hogy mi folyik ezekben az elektronokban, amik folynak a háttérben. Ahhoz, hogy az érdekesebb rész induljon, én mindenkinek kívánok sikeres és gazdag kísérleti részt. Lelőnek engem, már 3 percet kaptam, és túlléptem 1 perccel. Én akkor izgatottan várom a kísérleteket, és induljunk. Karcsi, köszönöm, hogy meghívtál. Én az első 1 órában meg fogom hallgatni illetve amíg nem kapok alfa parancsot, addig meghallgatom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen. Én is nagyon köszönöm szépen, hogy elfáradtatok ezen a szombati napon. Az volt a célunk ezzel a mai kísérleti bemutatóval, hogy olyan kísérleteket mutassunk be, amit a Fizika 1 című tárgyhoz kapcsolódik. Ugye az előző fél évben szerencsétlenül ezek a kísérletek és ezek a kísérleti bemutatók elmaradtak, hiszen a terem felújítás alatt állt. Most viszont itt minden összeállt arra, hogy azokat a kísérleteket, amiket az előző fél évben lett volna indokolt bemutatni, azt most itt közösen újra együtt meg tudjuk nézni. Ezek a kísérletek jó részt mechanikai kísérletek lesznek, tehát kinematika, először csak egyenes vonalú mozgásokkal foglalkozunk, aztán forgó mozgásokkal, pörgetjükkel. Aztán, ugye, ha visszaemlékeztek az előző fél éves tanulmányaitokra, akkor ugye ott hőtannal is foglalkoztunk, gázok és különböző halmazállapot változásokkal, az óra második felében pedig ezekhez tartozó kísérleteket mutatnánk be. Úgy osztottuk fel itt Karcsival egymás között
a feladatokat, hogy a mechanikai kísérleteket itt az óra első felében én mutatnám be, és akkor utána pedig majd átadnám neki a szót, aki pedig érdekes hőtani kísérletekkel szórakoztatna benneteket. Jó, és akkor az első, rögtön az elején egy nagyon érdekes kísérlettel kezdenénk, ez egy ilyen légpárnás sín, amivel nagyon szépen tudjuk bemutatni a mechanika legalapvetőbb kísérleteit. Ez úgy működik, hogy van egy zárt szelvény, egy üreges alumínium hasába, ami apró lyukacskák vannak, ebbe sűrített levegőt tudunk pumpálni, majd hamarosan bekapcsolom ezt a szivattyút, amelyik ebbe sűrített levegőt nyom, csak az egy picit hangos, akkor majd igyekszem kevesebbet beszélni. Lyukakon áramlik ki a levegő, amely ezt a kis kocsit, aminek nem nincsenek kerekei, hanem egyszerűen csak ez a kiáramló levegőn, mint egy légpárnán megemelkedik, és gyakorlatilag súrlódás nélkül képes ezen a sínen mozogni. Ezzel tehát nagyon szépen tudjuk demonstrálni első körben mondjuk Newton első törvényét, vagyis hogy a tehetetlenség törvényét, magára hagyott test megőrzi mozgásállapotát. Tegyünk is rögtön egy kísérletet, hogy kipróbáljuk ezt a légpárnás sínt, bekapcsoljuk ezt a szivattyút, és akkor most már láthatjuk, hogy ez a kiskocsi ezen a légpárnás sínen nagyon szépen és egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez, megőrzi mozgás állapotát mindaddig, amíg egy külső hatás nem éri. Hát ugye ezzel kezdtük a tavalyi fél év elején a tanulmányainkat. És hogy tényleg megőrzi a mozgás állapotát, az ugye azt jelenti, hogy vagy egyenes vonulú egyenletes mozgást végez, vagy pedig ugye nyugalomban marad, és megnézzük, hogy tényleg képes-e ez nyugalomban maradni, és valóban jelzi ez azt, hogy ez az asztal igen-igen vízszintes, nyugalomban marad, vagy pedig ugye egyenes vonulú egyenletes mozgást végez. Most nem csak ilyen kísérleteket kívánunk megnézni, tehát nem csak Newton első törvényét vizsgáljuk, amikor ez az asztal teljesen vízszintes, hanem szeretnénk elvégezni egy mérést is, egy olyan mérést, amiben az egyenes vonulú egyenletesen gyorsuló mozgást tanulmányoznánk. Hogy ezt kvantitatívan meg tudjuk csinálni, ahhoz itt ilyen időmérő kapukat helyeztünk el. Most igyekszem ezt ügyesen azért a közönség felé fordítani, némiképp óvatosan, hogy mindenki meg tudja figyelni, hogy hogyan néznek ki ezek a kapuk. Hát itt van egy ilyen digitális kijelző, és ezekben az U alakú kapukban amott pedig egy fotocella helyezkedik el, és hát a közelebb ülők talán láthatják, hogy mindaddig, amíg én zsilipelem, vagy eltakarom itt a fotocellának a kapuját, addig ez nagyon gyorsan, hevesen számol, és amint kiveszem ugye az akadályt az útjából, akkor pedig megáll a számolás. Tehát ez azt az időt méri, amíg a kapu takarásban áll. Én ezt szépen tudom reszetelni is, és visszafordítom ezt, és szeretném majd valakinek a segítségét kérni, hogy itt a méréseket elvégezzük. Először is egy picit majd meg kell billentenünk az asztalt, hogy ez egy kicsit lejtsen, hogy egyenletesen gyorsuljon, gyakorlatilag egy lejtőn tudjon mozogni ez a kocsi. A kocsi sebességét pedig egy ilyen zászló segítségével fogjuk majd mérni. Uh-huh. Oké. Okay. Tehát a kocsira rárakunk majd egy ilyen zászlót, amelynek egy adott delta x szélessége van. 10 mm. És ez fog áthaladni majd az egyes kapukon, és akkor azt a delta x utat, amit ez megtesz, az a szükséges időt megmér, és akkor mindig egy pillanatsebességet fogunk tudni kiértékelni. Egy ilyen zászlót már el is helyezek ezen a kiskocsin. Kicsit módosítom, hogy itt a rugalmas ütközés ne zajlódjék le a pálya végén. Inkább egy ilyen kis záró alkatrészt helyezek itt el, valamint azt is beállítom, hogy itt megfelelő távolságban legyenek egymástól tehát az elindításhoz egy ilyen etalon távolságot kijelölünk.
Majd pedig újra elindítom a légpárnás sint, és megpróbálom megdönteni az asztalt, hogy immáron ez egy egyenletesen gyorsuló mozgást végző rendszer legyen. Ezt úgy fogom tudni elvégezni, hogy az asztalnak ezt a felét süllyeztem, és akkor most már látjuk azt, hogy ez egy egyenletesen gyorsuló mozgást végez, és majd kiértékeljük szépen a mozgás sebességét. Esetleg még egy picit süllyeszthetjük ezt. Kicsit nagyobb legyen a gyorsulása. És akkor egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy most már látjuk, hogy ez egy egyenletesen gyorsuló mozgás lesz. Eddig mindenki emlékszik az előző fél éves tanulmányaitól, hogy az idő függvényében a megtett út az valahogy így változik. Most, hogyha kibővítjük tört számlálaját és nevezőjét is egy A-val, akkor ugye eddig még semmi csalafintaság nincs a dologban, ugye? Viszont fel tudjuk ismerni, hogy mi is az A szorté egy egyenletesen gyorsuló mozgás esetén, ugye A szorté lesz a rendszer pillanatnyi sebessége T idő múlva, hiszen ugye minden egyes másodpercben A-val változik, A-val növekszik a sebessége. Tehát ezt tulajdonképpen így írható föl. Hogyha mindkét oldalból gyököt vonunk, akkor azt láthatjuk, hogy a megtett útnak a gyöke az arányos lesz a sebességgel. Ugye? Ugye az út a sebesség négyzetével, ha gyököt vonunk, akkor a gyöke a sebességgel lesz arányos. Mi ezt a pillanatnyi sebességet fogjuk tudni mérni, ami ugye delta x per delta t. A delta x a zászlónknak a szélessége, a delta t-t pedig majd a fotocellás kapukról fogjuk leolvasni. Tehát amit mi mérni tudunk, az ez. És hát ezt pedig ugye a fotocellák helyét jelző koordináta. Most ezt mi az óra elején nagyon akkurátusan elhelyeztük, nem akármilyen pozíciókba. Úgy van kitalálva most ez a rendszer, hogy az első kapu az indítás helyétől 5 cm-re, következő 20 cm-re, aztán 450 mm-re, és aztán pedig 900 mm-re. Ezek nagyon könnyen kitalálhatóak, ezek az értékek. Hogyha egységnyinek vesszük ezt az 5 cm-es távolságot az első kaputól, akkor ez az egy egység, következő az 4 egység távolságra van, következő 9 egység távolságra, és az utolsó pedig 16 egység távolságra, ezek pont négyzetszámok. Tehát, hogyha mondjuk erről most készítünk egy táblázatot, mondjuk emide, akkor mondjuk az első kapu az mondjuk 50 mm-re van. Akkor ez van egy egység távolságra. Következő az 4 egység távolságra van, de hogyha itt egy gyök S-sel arányos mennyiséget szeretnék mérni, akkor ez lesz itt a 2 egység. Következő az 9 egység távolságra van, de a gyök S érték az ugye 3, és a következő pedig 16 egységnyire van, tehát 16-szor 50 mm-re, akkor a gyökes az pedig 4 egységet jelent. Most amit mi mérni tudunk majd, az az a delta t, amennyi idő alatt a zászló a kapu alatt, kapuk között elhalad, és erre kérnék egy segítséget, aki majd ezeket a kapukat leolvassa nekem, esetleg egy önként jelentkező, aki lenne oly kedves, hogy majd ezeket az adatokat nekem bediktálja, és elvégezzük a számolást. Ha megkérhetlek, hogy igen, nagyon óvatosan, inkább talán kerüld meg arra.
Csak azt, hogy mindenféle csalás nélkül tudjuk elvégezni ezt a kísérletet, úgyhogy itt ilyen beavatatlan embereket kérünk. A nevedet szabad? Bence, akkor kérnélek szépen, hogy vedd kezelésbe, tanulmányozd ezeket a kapukat. Ugye látszik, hogy itt van egy szám, hát sajnos fejjel lefelé írja ki. Ezekkel lehet reszetelni, ugye? Most mindegyiket lenullázzuk. Beállítjuk a kezdeti helyzetbe ezt a készüléket. Beindítjuk az eszközt. És akkor majd az lenne a feladatod, hogy ezeket leolvasod, és akkor én azokat esetleg majd oda fölírom. Jó? Jó. Tehát ez egy tizedes törben fogja ezt kiírni. Akkor szépen indítjuk a kísérletet. Beindul a... Nagyszerű. A kísérletet el is végeztük, most már csak az adatokat kellene kiértékelnünk. Nézzük, hogy az első időre mekkora ért... Igen. Következő. Igen. Tehát 0,... És a legeslegutolsó pedig... Jó, mondjuk ez másodpercben van, de ugye nekünk, ugye, hogyha valamiféle olyasmi célunk van, hogy valamilyen egyszerű diagram formájában szeretnénk igazolni ezt az összefüggést, mert az egyenletes gyorsulás összefüggését, akkor ugye azt látjuk, hogy a... Köszönöm szépen, szerintem köszönöm a segítséget, hogy a gyökes lesz lineárisan arányos, egyenesen arányos az idő reciprokával. Ugye? Mármint azzal az időnek a reciprokával, amennyi ideig ugye a kapu takarásban állt. Tehát akkor gyorsan, esetleg többiek is, akiknek esetleg számológépe akad, ezeknek az értékeknek vehetjük a reciprokát, hiszen látjuk, hogy az 1/T lesz arányos a gyökessel, tehát erre fogunk tudni majd egy nagyon szép egyenest illeszteni. Tehát próbáljuk meg kiszámolni ezeknek a reciprokát. Ez 4,78, tehát ide megpróbálom beírni, hogy 1/δt, aztán a következő 8,69, következő 12,82, a következő pedig 16,6. Jó? És akkor, hogyha ez az egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggésünk igaz, akkor ugye a gyökes és az idő reciproka, amit mértünk, az egy egyenes arányosságot kell, hogy mutasson. Hát elnézést kérek, hogyha ez így már egy kicsit, hogy mondjam, túl akkurátusnak tűnhet, de hát a megfigyelés, kísérlet, mérés és számolás alapelvek nélkül nem születik tudás. Úgyhogy muszáj, hogy egy koordinátarendszert, egy diagramot készítsünk, amelyhez most itt a koordináta tengelyeket megpróbálom fölvenni. Mondjuk eképpen. És akkor mondjuk a vízszintes tengelyen ábrázoljuk akkor ezzel a gyökessel arányos mennyiséget. Mondjuk talán az nem olyan nehéz, hiszen... Tehát mondjuk ez lenne az 1,
Ehhez tartozó érték. Kettőhöz. Háromhoz. És itt a vége. És akkor a függőleges tengelyen pedig az idő reciprokát próbáljuk meg ábrázolni. Hát itt ugye van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mondjuk nagyjából 10 egységünk. Tehát akkor... akkor az azt jelenti, hogy talán célszerű lenne, hogyha mondjuk a teljes tengely hossza legyen 20 egység, akkor az azt jelenti, hogy ez lesz itt a 2, ehhez tartozik a 2, és akkor ennek megfelelően szerintem, pontosabban hogyan is lenne célszerű, hogyha ehhez tartozik inkább a 4, és akkor úgy majd már szerintem korrektül ki fog jönni. Akkor nézzük először, próbáljuk meg a 4,78-at ábrázolni, tehát hogyha ez a 4, ez lesz itt a 8 egység, akkor a 4,78 az, hát az nagyjából ide esik, hát ezt mondjuk itt kiszerkeszthetnénk szépen vonalzóval is. 8,69, az tartozik a 2-es gyökes értékhez. 8,69, ugye ez itt a 8-as, akkor az nagyjából ez a pont lesz. A 12-es, ugye ez itt a 12 érték, 12,8-hoz tartozik. Ugye ez a pont, és akkor a 16-hoz pedig tartozik ugye nagyjából egy ilyesmi érték. És akkor, hogyha ezt szépen mondjuk egy akár egy Excel táblázatban ábrázoltuk volna, akkor még szebben látszódna, de talán most is szépen megállapítható, hogy ez itt egy lineáris függvényt mutat, amely jól igazolja... Mondjad. Van egy rossz módszer, ezt elfelejtettem neked mondani. Fog csak meg, tedd be az origóba. Kerestem egy hosszúkás valamit, de szerintem az, hogy ezek egy egyenesre illeszkednek, az szerintem itt most nagyon szépen... kísérleti úton kimutatható volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a segítséget, és talán itt az egyenes vonalú egyenletes mozgásokról is közösen tanultunk valamit. A következőekben is még ezt a légpárnás asztalt fogjuk használni egyelőre, most anélkül, hogy ezeket az idő mérő kapukat használnánk. Néhány egyszerű ütközési kísérletet fogunk megvizsgálni. Először talán célszerű rugalmas ütközéseket nézni. Ugye ott két megmaradó mennyiségünk lesz, a mechanikai energia és az impulzus is megmaradó mennyiség lesz. Ahhoz, hogy rugalmas legyen az ütközés, ahhoz természetesen rugalmas kölcsönhatást kell biztosítani az egyes alkatrészek között, vagy az egyes kiskocsik tömegpontok között. Itt ugye az egyes kiskocsikat egyelőre tömegpontoknak tekintjük. Na most ahhoz, hogy újra tudjuk tanulmányozni az impulzus megmaradást, ahhoz az kell, hogy a külső erők hatását minimalizálni kell. Most az előbb megdöntöttük az asztalt annak érdekében, hogy egyenletes gyorsulást lássunk. Most ezt újra vissza kell alakítanunk, hogy ugye a tehetetlenség törvénye erre a rendszerre továbbra is érvényes maradjon. Ezt pedig úgy fogjuk tudni, hogyha az asztalt megfelelő mértékben megemeljük, akkor talán most sikerült ezt kikompenzálnunk, hogy most nagyjából vízszintesnek tekinthető az asztal.
És ebben az esetben nagyon szépen lehet demonstrálni azokat az ütközési kísérleteket, amikről a tavalyi előadásokon sokat beszéltünk. Annyi, bocsánat, szeretnék hozzászólni, hogy a két végére be kéne tenni azt a lapot, ugyanis ilyenkor ferdén áll maga a kocsi. Az a két rúgó az azért közelítenek egymáshoz, mert hiányoznak azok a lapok. Azok... Meg lesz. Bocsánat csak. Oké. Okay. Az egyik ott van benne a végében. Mégsem tekinthetőek tömegpontoknak, úgy látszik ezek a kis kocsik. Hát ugye a klasszikus ütközési kísérletek egyike az, amikor az egyik kocsi nyugalomban van, és egy másik vésebességgel nekiütközik, kocsik tömege egyforma, akkor ebben az esetben a kezdetben vésebességgel mozgó nyugalomba kerül, és a másik pedig ugye átveszi az impulzusát. Ez megfigyelhető, ez csak addig van így, amíg a kocsik tömege egyforma. Tehát hogyha ezt a súlyt, nehezéket, vagy inkább talán szakszerűbben fogalmazva a tömeget az egyikről leveszem, akkor ennek a tömege kisebb lesz. Akkor ebben az esetben már ugye az ütközés után igen egzotikus sebességek alakulnak ki. Hát itt ugye a mechanikai energia megmaradás törvényét és az impulzus megmaradás törvényét, mint egy egyenletrendszert addig kell gyúrnunk, amíg ugye a végső sebességét a két kocsinak meg nem tudjuk határozni. Jó? Ugye az előző fél évben tanultunk nem csak rugalmas ütközésekről, hanem rugalmatlanokról is. Ugye a rugalmas ütközés során csak konzervatív erők lépnek föl a rendszerben, a rugalmas erők, amiket ugye ezek a rugók biztosítottak. Ebben az esetben a kiskocsik az ütközés után is önálló életet élnek. Van lehetőség arra, hogy rugalmatlan ütközéseket modellezzünk. Ebben az esetben az egyik kiskocsiba egy ilyen puha, képlékeny, viaszszerű anyagot rakunk, a másikban pedig egy tűt fogunk elhelyezni. Ebben az esetben ütközés utáni állapotban elvileg a két tömegpont összetapad, és egy közös vésebességgel fognak majd mozogni. Hát ugye például, hogyha azt az egyszerű esetet vizsgáljuk, hogy az egyik kocsi nyugalomban van, a másik pedig vésebességgel utazik, akkor ütközés után ugye egy közös vésebességgel fognak mozogni, amely, hogyha a kocsik tömege egyforma, akkor ugye az eredeti haladási sebességnek pont a fele lesz. Ugye erről sokat beszéltünk az előző fél évben, hogy akár hogyan is képzeljük el a tökéletesen rugalmatlan ütközést, ott a két összeütköző tömegpont azután a közös tömegpontként közös sebességgel fog mozogni. Jó. Ennyit a kiskocsikkal elvégezhető rugalmas és rugalmatlan ütközésekről. Talán lehet, hogy ezeket itt is hagyom. De nem csak kiskocsik tudnak így rugalmasan ütközni, hanem esetleg labdák is. Van két nagyon érdekes labda. Mind a kettő látszólag egyforma gumiból készült. Lehet, hogy ezt már innen elmozdítom, mert erre már olyan nagy szükség nincsen. Helyette egy másik asztalt hozunk ide. Amelyen ezeket az egyszerű ütközési kísérleteket tovább tudjuk folytatni. Van látszólag két egyforma gumilabda. Ugyanakkor, hogyha adott magasságból elejtem őket, akkor igen, nyilvánvalóvá válik a különbség. Ha közelről megnézzük, mind a kettő puha gumiból van. Az egyik mégis rugalmasan ütközik, tehát mintha megőrizné a mechanikai energiáját, és nagyjából ugyanolyan magasra pattan föl. A másiknál pedig ez a mechanikai energia diszipálódik és elvész. A két anyag között az a különbség, mind a kettő valamilyen polimer alapú műanyagból van,
Az egyikben ezek a polimer láncok, ezek össze vannak gubancolódva, és egymáson el tudnak csúszni. A másikban a rugalmasan ütköző labdában viszont nagyon sok keresztkötés van ezek között a polimer láncok között, amely miatt, hogyha őt mechanikai hatás éri, akkor ezek a láncok nem mozdulnak el egymáshoz képest, nem csúsznak el egymáshoz, hanem rugalmasan és nagyon gyorsan tudják ezt a mechanikai hatást közvetíteni a szomszédjaiknak, és akkor emiatt van az, hogy az egyik az rugalmas, másik pedig rugalmatlan ütközést mutat, hogyha őket ledobjuk. Hogyha lassú behatás éri őket, akkor mind a kettő nagyjából hasonló tulajdonságúnak mutatja magát. Ez egy nagyon érdekes kísérlet olyan szempontból is, hogy esetleg ezt is meg is tudom kérdezni a jelenlévőktől, hogy mondjuk sportcipőt azt melyik gumiból lehetne érdemes csinálni, mondjuk egy maratoni futó, ha választhatna, hogy milyen legyen a cipőtalpa a sportcipőjének, akkor az vajon ebből legyen, vagy ebből legyen? Kinek van esetleg erre valamilyen fajta ötlete? Szavazzunk! Tehát mondjuk maratoni futó vagy, és mindenkit le akarsz győzni, ebből legyen a cipőtalp, vagy ebből legyen a cipőtalp. Ki az, aki erre szavaz? Oké? És ki az, aki erre? Aha. Jó, egyébként érdekes mondom, hogy fele-fele arányban, ugye, amikor a tanár úr is szavazott, ugye az nyilván inspiráló lakhatott a többiek számára is. Valóban, főleg akkor, hogyha hosszú távon, aszfalton fut valaki, akkor célszerű nem rugalmas ütközést megvalósítani a talp meg az aszfalt között, mert ugye minden rugalmas ütközés során a gyorsulások mindig sokkal nagyobbak, mint a rugalmatlan ütközésekkor. És hogyha ez a rugalmas ütközés dolgozik, akár mondjuk egy ilyen aszfalt cipőtalp ütközés során, akkor ez a mechanikai energia, ez lökéshullámok, meg rezgések útján, ez a csontoknak, meg az ízületeknek átadódik, és valószínűleg sokkal fárasztóbb és sokkal kevésbé egészséges, mint hogyha az ütközés energiája a cipőtalban szépen elnyelődik. Nyilvánvalóan, ha valaki rövid távfutó, és mondjuk az a célja, hogy minél nagyobbat tudjon ugrani, akkor értelemszerűen, hogy a rugalmas cipőtalp lenne a nyerő, de hogyha húzamos ideig terhelés alatt vannak az izületek, akkor lehet, hogy inkább ezt a rugalmatlan megoldást választanánk, mint ahogy minden ilyen sok hatásnak a kivédésekor általában a rugalmatlan ütközés megvalósítása a cél. Tehát mondjuk járművek ütközésének hatását, ha csillapítani szeretnénk, akkor ott olyan gyűrődő zónákat alakítanak ki a járműben, amelyek a lehető legtökéletesebb rugalmatlan ütközést valósítják meg, annak érdekében, hogy minimalizálják a kölcsönhatás során fellépő gyorsulásokat, és ezzel megvédjék mondjuk az utasokat. Jó, ennyit az ütközésekről és az egyenes vonalú mozgásokról, de hát az előző fél év nagy részében sokat foglalkoztunk forgómozgásokkal is. Hát egy picit tekintsük át a forgómozgásoknak a dinamikáját is. Ennek céljára itt több kísérlet is van. Főleg a tehetetlenségi erőket szeretném bemutatni, hiszen talán a középiskolai tanulmányainkhoz képest talán a tehetetlenségi erők azok, amik okay. Jó, csak hogyha lelógatom például mondjuk a sokat tanultunk ugye centrifugális erőkről, amik forgó vonatkoztatási rendszerben fellépő tehetetlenségi erők, és egy adott szögsebességgel forgó vonatkoztatási rendszerben ez a forgástengelytől mért távolság négyzetével arányosan növekvő erőt jelent. Meglepően nagy erők léphetnek föl, mégis mondjuk a gravitációs erőhöz képest mindenképpen,
Hogyha ezt mérni akarjuk, mondjuk hagyományos, klasszikus módszerekkel, akkor talán az egyik legelmésebb célszerszám az erre ez. Van egy forgóasztalunk, vagy egy ilyen forgatható eszközünk, amelybe ezeket az eszközöket be tudjuk fogni. Ez pedig egy olyan sínen futó golyó, amelyre ide rá is van írva, hogy ez 500 g tömegű. Itt van egy erőmérő, amely erőmérőt persze forgás közben nem fogjuk tudni leolvasni, viszont az, hogy mekkora volt az ébredő maximális erő, amelyre a golyóra hatott, azt le fogjuk tudni olvasni azáltal, hogy ennek van egy ilyen kis csúszó érintkező, vagy érintkező, tehát egy ilyen kis csúszka, amelyiket az erőmérőnek a mutatója az arrébb fog tolni, tehát a maximális erőről valamiféle információt fogunk gyűjteni. Hát akkor helyezzük ezt ide el, és nézzük meg, hogy erre a mintegy fél kilogramm tömegű testre a forog, mekkora centrifugális erő hat. Ugye itt a forgástengely itt van, a golyó tömegközéppontja ettől egy kicsit távolabb, tehát vélhetően ez ugye ebben ugye egy sugárirányban kifelé mutató erő fog erre hatni, főleg akkor, hogyha nagy fordulatszámmal ezt megforgatjuk. És akkor, ha megvárjuk, még megáll, akkor meglepve tapasztaljuk azt, hogy ez az erőmérő igen nagy mértékben kitért. Tehát, hogyha most leolvassuk, az erőmérő, ha kalibrálva van, itt ilyen 6-7 kg-nak megfelelő súlynak, 6-7 kg tömegnek megfelelő súly erő ébredt itt, tehát a centrifugális erő nagysága az messze-messze meghaladta a nyugvó testre ható nehézségi erő értékét. Pedig hát nem is forgott talán olyan gyorsan, és még a forgástengelytől sem voltunk olyan nagyon nagy távolságra, tehát az ilyen forgó rendszerekben meglepően nagy centrifugális erők tudnak föllépni. Hát ez nem csak mérni tudjuk, hanem használni is. Hát lehet, hogy ez egy picit régi vágású eszköznek tűnhet. Ezt úgy hívják, hogy centrifugál regulátor. Gőzgépek fordulatszámát szabályozták ilyen módszerrel, de még ma is egy nagyon elmés és nagyon egyszerű fordulatszámmérő eszköz. Hogyha ezt forgatom, akkor nyilvánvalóan ezt a csuklók úgy vannak kitalálva, hogy a golyókra ható centrifugális erő, valamint a rájuk ható nehézségi erő, az mindig más és más eredő erőt ad ki, és attól függően, hogy mekkora a fordulatszám, mekkora szögsebességgel forog ez a rendszer, attól függően nyílik vagy záródik ennek a kis regulátornak a karja. Ezzel visszaszabályozható mondjuk egy gőzgép, vagy bármilyen más forgórendszernek a fordulatszáma, vagy akár mérhető is általa. Jó? Centrifugális erővel kapcsolatban másik érdekes jelenség, amit szeretnék itt bemutatni, az pedig egy ilyen geoid modell. Ugye azt mindenki tudja, hogy a Föld az nem tökéletesen gömb alakú, hanem a Föld forgása miatt, ugye a Föld anyagának minden egyes tömegpontjára centrifugális erő hat, és ez a centrifugális erő, ez ugye a Földet egy picit meglapítja, az egyenlítő irányban egy kicsit kiszélesíti. Hát itt a Föld tömegpontjaira ható gravitációt azt ezeknek a rugalmas fémszalagoknak a rugalmasságával próbáljuk modellezni. Ha megforgatjuk, főleg, hogyha jó gyorsan forgatjuk, akkor talán mindenki látja, hogy az eredendően gömb alakot a térből kimetsző rugók, azok egy ilyen lapultabb alakzatot adnak ki. Hát erre az formára, erre az alakzatra mondjuk azt, hogy geoid forma, amely ugye a centrifugális erő és a testet összetartó gravitációs erőnek valamilyen fajta eredőjeképp alakul ki. Érdemes tudni azt, hogy a Földünk esetén ez mekkora, tehát itt nyilvánvalóan csak néhány centiméteres kiszélesedést látunk itt az egyenlítő környékén, de valódi Föld esetén ez mint egy ilyen 20 kilométer nagyságrendű eltérés van, tehát a
Föld középpontja és ez egyenlítői pont távolsága, vagy az kb. 20 kilométerrel nagyobb, mint a mondjuk az északi sark Föld középpontjától mért távolsága. Jó, nem csak a Föld alakját módosítja a centrifugális erő, hanem folyadékok felszínét is. Hát itt egy kicsit furcsa folyadékrendszert helyezek itt ebbe a forgó rendszerbe. Itt két folyadék található, az egyik egy igen nagy sűrűségű higany, ez van alul, majd hogyha megforgatjuk, akkor ezt is látjuk, valamint fölötte egy ilyen színezett víz, vagy egy ilyen színezett folyadék, ennek a sűrűsége jóval kisebb, mint a higanyé. Most nagyjából mindegyiknek a folyadék felszíne az vízszintes, sík alakú. Ha megforgatjuk, akkor ugye a folyadék felszínének bármely pontjában a folyadék érintője, folyadék felszín érintője, az a folyadék részecskékre ható nehézségi erő és centrifugális erő által képzett eredő erőre merőleges lesz. Ez így van a Földön is, az óceánok felszínén is, és így van itt is. Na most tudjuk azt, hogyha az egyenletesen forgó rendszerben távolodunk a forgástengelytől, akkor a centrifugális erő az a távolság négyzetével fordítottan arányosan, vagy távolsággal arányosan nő. Tehát akkor ezek szerint a folyadék felszínek a meredeksége is a tengelytől mért távolság függvényében fog növekedni. És melyik az a függvény, amelynek az origótól mért távolság függvényében egyenletesen nő a meredeksége? Vagyis kérdem én, talán ez volt, talán az előző fél évi vizsgán gyakori kérdés volt, hogy akkor mégis milyen függvény szerint alakul ennek a felületnek az alakja, melyik matematikai függvényt kell megpörgetnünk, hogy egy ilyen alakot kapjunk, mint amilyet egy ilyen forgó folyadék felszín kirajzol. És persze egyenletesen kellene forgatni. És akkor kialakul ez a folyadékfelszín? Hát ugye tudjuk, hogy a folyadékfelszínnek a meredeksége az a tengelytől mért távolsággal arányosan növekszik. Ez a parabola lesz. Tehát egy forgás paraboloid alakú folyadékfelszínt kapunk. Na most itt az érdekes, hogy itt két folyadékunk is van. Egy kisebb sűrűségű, meg egy nagyobb sűrűségű. Tehát hogyha én ezt kellően gyorsan forgatom, akkor is megőrzi ezt a parabolikus profilt. Azzal a különbséggel, hogy ez a parabola alakot, ezt metszi az edény gömb alakú felszíne. Emiatt alakul ki az, hogyha nagyon gyorsan forgatom, akkor is képzeletben oda kell tudnunk képzelni egy parabolát, csak hogy akkor ugye ennek a parabolának és ennek a gömb alakú edény felszínének a metszete, az már csak egy ilyen gyűrű alakot ad. És azt is nagyon jól látjuk, hogy a nagy sűrűségű higany, az itt egy gyűrű formájában felmászik az edény falára, és ezen belül helyezkedik el a kisebb sűrűségű színezett víz, ami azt is mutatja, hogy ez nem csak egy jó játék, hanem ez nagyon hasznos modellje egy centrifuga, vagy centrifuga szeparátor eszköznek, amelynek a működésének a lényege ehhez hasonló, tehát hogy forgó vonatkoztatási rendszerbe helyezünk két különböző sűrűségű közeget, és a rájuk ható centrifugális erő az nyilvánvalóan a nagyobb sűrűségűre nagyobb fog hatni, a kisebbre kisebb, és ez sokkal hatékonyabban szeparálja szét mondjuk a folyadékokat, mondjuk a tej fölét, meg a tejnek a savóját, sokkal gyorsabban szét lehet választani őket, mint ahogyan azt, hogyha egyszerűen a gravitációra víznánk ezt a szeparációt. Jó? Hát ilyen módszerrel nem csak tejet lehet szétválasztani a savójától, meg nem csak a higanyt a víztől, hanem mondjuk urán izotópokat is lehet így szeparálni, hát ilyesmi módszerrel dolgoztak azok is, akik ugye urán dúsítanak. Milyen kísérletek vannak még itt? Nem csak a centrifugális erőről beszéltünk ugye a tehetetlenségi erők kapcsán, hanem forgó vonatkoztatási rendszerben föllép
egy másik tehetetlenségi erő is, amit Corioli erőnek hívunk. Ez viszont csak akkor lép föl, hogyha az adott tömegpont, amelyet vizsgálunk, az a forgó vonatkoztatási rendszerhez képest is mozog. Tehát például, ha itt vagyunk a Földön, amely egy forgó vonatkoztatási rendszernek tekinthető, akkor rám biztos, hogy hat centrifugális erő, még akkor is, hogyha a Földhöz képest nyugalomban vagyok. Viszont ha még mozgok is a forgórendszerhez képest, akkor egy a sebességgel arányos Corioli erő is hat ránk. És a Corioli erő, ez mindig olyan, hogy merőleges a forgástengelyre, és merőleges a vonatkozási rendszerhez képesti mozgáson V sebességére is. Na most ez nagyon egzotikus mozgásokat tud eredményezni, és ezt a mozgást próbáljuk szemléltetni. Forgó vonatkoztatási rendszerünk, amelyben vizsgálódunk, az egy korong lesz, amely korongot korommal vontunk be. Annak érdekében, hogy ha ezen a korom felületen végigszalad egy golyó, amely a tehetetlenségi erők hatása alatt van, akkor ezen a korom felszínen ez a golyó egy nyomvonalat fog hagyni, amely nyomvonal, amely pálya alapján tudunk majd következtetni arra, hogy erre milyen tehetetlenségi erők hatottak. Arról van szó, hogy a golyót egy ilyen kis csapdába helyezzük, amely most ott rejtőzik. Ha forgatom, akkor természetesen a centrifugális erő már hat rá, és ő meg akarna abból a kis csapdájából szökni, és amikor én majd lenyomom ezt annak a csapdának a nyitóját, akkor ugye ez a golyó majd végigszalad ezen a felületen, hat rá majd a centrifugális erő is, Corioli erő is, és a két tehetetlenségi erő hatására egy különös pálya rajzolódik majd ki. Na hát ez olyan gyorsan fog történni, hogy hát talán a kamera felvételek lelassítása sem biztos, hogy ezt a mozgást tetten tudná majd érni, de azért van a koronfelület, hogy azon, annak segítségével tanulmányozni tudjuk a golyó mozgását. Tehát a kísérlet az pillanatok alatt lezajlik, a golyó is szanaszét gurul, azt összeszedem, mert az óra végére azt biztosan el fogom felejteni. És hát, ha megnézzük a pálya nyomvonalát, akkor az talán, hogyha itt a kamera képe talán ezt tudná mutatni, akkor az jól látszik, egy ilyen kis ív. Egy ilyen kis, hát ez nem mondanám körívnek, tehát egy íves pályát találunk ezen. Hát az egyébként könnyen kiszerkeszthető lenne, ha valaki erre vállalkozik, akkor nem reménytelen ennek a görbének az alakját meghatározni, hiszen ha kívülről nézem a rendszert, és a golyó nagyon kevés kölcsönhatásban van a forgóasztallal, akkor azért csak megállapíthatjuk, hogy a golyó a külső rendszerből nézve majdnem egyenes vonul egyenletes mozgást végez, csak esetleg a forgórendszer fordult el alatta, és hogyha ezt a gondolatmenetet az ember átgondolja, és ezt akkurátosan kiszerkeszti, akkor megkapja ezt a görbét. Természetesen, hogyha a másik irányban forgó rendszerrel kísérletezünk, akkor a másik irányban tapasztalnánk ezt az eltérést, ezt a pályamódosulást. Most nyilvánvalóan ezzel a kormozott felülettel nem először végeztük el ezt a kísérletet, hanem már sokszor. És hát itt sok kis nyomvonal látszik, itt is egy görbesereg, meg amit is, de jól látszik az, hogy lényegét tekintve a forgás szögsebességétől független lesz ennek a pálya alakja, forgás iránytól függően vagy erre, vagy emerre, Corioli erő hatására ez a görbe, ez ennek a, ennek a golyónak a pályája, ez eltérül az egyenestől. Jó, hát hasonló jelenségekkel tapasztalhatunk akkor, amikor mondjuk a forgó földünkön nagy sebességgel mozgunk repülőgéppel, vonattal. Ott ez a Corioli erő még a föld lassú szögsebességének ellenére is tetten érhető. Másik érdekes kísérlet, amit a forgómozgásokkal kapcsolatban szeretnénk megmutatni, az már egy kicsit a merevtestek mechanikájához vezet minket át, ez pedig a
forgó testek szabad tengelyével kapcsolatos. Ha már itt van ez a forgatható eszközünk, akkor ennek segítségével különböző tengely körül megforgathatunk testeket. Amiket eddig forgattunk, azok rögzített tengely körül forogtak, fene-fenét evett is, akkor is egy adott tengely körül történt a forgás. Ha viszont biztosítjuk a testeknek azt, hogy, hogy ők szabadon választhatják meg forgástengelyüket, akkor nagyon érdekes jelenségeket fogunk megtapasztalni. Például itt van ez a hasáb, amelyet ha függőleges tengely körül forgatunk, ez a csuklós rúd lesz az, amellyel ugye ezt a forgásba hozzuk. Hogyha csak így kézzel csavargatom, hát látszik, hogy gyakorlatilag ez itt egy függőleges tengely körül, a hosszanti szimmetria tengelye körül kíván elfordulni. Viszont hogyha én ezt befogom ebbe a forgatható eszközbe, és nagyon remélem, hogy ez azért látszik a kedves hallgatók számára is. A kamera mindenképpen látja, de vajon ti is, nem tudom, hogy kicsit hátrább húzzam az asztalt. Jó, ez így jó, neked jó, csak a többiek is, hogy lássák. És itt ezt forgatjuk meg, és lassan forgatjuk, akkor ugye azt tapasztaljuk, amit az előbb is láttunk, hogy a hosszanti szimmetria tengelye körül akar fordulni. Ha viszont kellően nagy szögsebességgel forgatjuk, egy darabig táncol, és aztán pedig fölvesz egy másik stabil forgási helyzetet is, amikor ez ugye arra törekszik, hogy egy kicsit, hogy a nagyobb tehetetlenségi nyomatékú tengelye körül forogjon, és kialakul egy olyan forgás, amely immáron ugye egy az eredeti tengelyre merőleges irányú tengely körüli forgást jelent. Na most azt már ki sem merem próbálni, hogyha ezt még nagyobb sebességgel forgatom, mindenki be tudja látni azt, hogy nem ez a legnagyobb tehetetlenség nyomatékú helyzet, amiben ez forogni tud, csak azt már nem merném kipróbálni, hogy idő után nyilvánvalóan, hogy ez majd így szeretne forogni. Na ez az, amit már nem próbálunk ki. Jó, de az biztos, hogy ez a rendszer erre törekszik. Hát hasonló jelenséget láthatunk ilyen western filmekből ismert jelenetek során is, hogyha most nem egy merev rudat, hanem egy ilyen hajlítható, hát jelen esetben bicikli láncot forgatunk meg, hogyha lassan forgatjuk a függőleges tengelyek körül, akkor ugye látjuk azt, hogy ugye a ráható centrifugális erő hatására ugye ez a lánc ez ki akar kerekedni. Ellenben, hogyha ezt foglaljuk bele ebbe a forgatórendszerbe, és ezt kezdjük el lassan forgatni, akkor először ugye kikerekedik a lánc, aztán elkezdi keresni a nagyobb tehetetlenségi nyomatékú tengelyét, és egy ilyen kör alakra tágul ki. És mielőtt túlságosan nagy sebességgel forgatnám, ő már ugye elkezdte keresni a lehető legnagyobb tehetetlenség nyomatékú tengelyét, hát ezt már nem várom meg, de mindenképpen nagyon érdekes ez, amelyet ugye, hát mondom, ilyen western filmekben lehet látni, ilyen lasszó forgató mesterek esetén, hogy úgy kerekítik ki, úgy válik kör alakúvá a kötélhurok, hogy azt nagy szögsebességgel forgatjuk a tengely körül. Érthető? No hát ezek a rögzített, tehát hogy nem rögzített, vagy inkább így fogalmazok, hogy szabad tengely körül forgó testek viselkedése, ez nagyon egzotikus. Tehát ez már egy kicsit azért túlmutat azon, mint amit az egyenes vonul egyenletes mozgásról tanultunk. De ha a szabad tengelyeknél tartunk, akkor még egy érdekes kísérletet engedjetek meg, amely remélem, hogy hát ha már western hős nem leszek, tehát kötelet nem forgatok, akkor legalább cirkuszi akrobata hadd lehessek, amelynek szintén köze van a szabad tengelyekhez. Hogyha egy tányért akarunk ugye egy pálcán forgatni, akkor nagyon hasonló fizikai jelenségekkel fogunk találkozni, mint amit az előbb láttunk. Tehát először ugye a tányér az ugye egy kisebb tehetetlenségi nyomatékú tengely körül kezd el forogni. Ha nagyobb szögsebességgel forgatom, akkor ugye ő megkeresi a nagyobb tehetetlenségi nyomatékú tengelyt. És ha ügyes vagyok, igen, akkor azt
sokat gyarkoroltuk pedig, de megkeressük a nagy tehetetlenség nyomatékú tengelyt, és akkor utána ugye e körül már egy stabil forgást tudunk előidézni. Na hát, na még egy utolsó kísérletet teszek arra. Azt szokták mondani, sikeres kísérletet ne ismételjünk meg. De most azért mégiscsak sikerült. Jó? Amit ez a tányér tud, mondjuk egy forgásszimmetrikus objektum forog egy tengely körül, ezt már nevezhetjük pörgetjűnek is, giroszkópnak, és hát ilyenek a kapcsolatban, és nagyon sok érdekeset tanultunk az előző fél évben, úgyhogy egy kicsit ezekről a pörgetjükről, meregtestek forgó mozgásáról egy pár szót azért mindenképp nézzünk meg. Ezen mozgásformák tanulmányozására pedig egy ilyen forgózsámolyt fogunk használni, és most igyekszem minden veszélyes eszközt, vagy ennek a forgó zsámolynak az útjába eső eszközt eltávolítani, annak érdekében, hogy minél szabadabban tudjuk demonstrálni ezeket a forgással kapcsolatos kísérleteinket. Vegyük észre, hogy amikor az egyenes vonalú mozgások esetén az impulzus megmaradás törvényét akartuk ütközések során használni, akkor az volt a cél, hogy a külső erők eredőjét kinullázzuk, nulla legyen. Amikor az impulzus momentum, vagy a perdület megmaradását akarjuk szemléltetni, akkor nem elég a légpárnás sín, akkor a külső erők forgatónyomatékát kell nullává tennünk, és ezt nem tudjuk másképp megtenni, mint hogyha egy ilyen könnyen mozgó, könnyen forgó rendszert hozunk létre. Na most annak érdekében, hogy itt néhány kísérletet elvégezünk, szükségem lenne egy erős, jó kiállású legényre, aki ebbe szívesen beleül, vállalja, hogy merev test lesz ebben a kísérletben, mégpedig olyan, aki ezeket a súlyzókat is elbírja, és néhány percig, vagy néhány másodpercig ezeket itt így ki is tudja tartani. Esetleg van-e erre önként jelentkező, ugye szombaton nem úgy keltünk fel, ugye fizika órára keltünk fel, de most mégis egy kis reggeli torna is benne van. Igen, te egy jó kiállású legénynek tűnsz, úgyhogy már jöhetsz is. Köszönöm szépen. Jó, nevedet szabad? Eduard. No, akkor lássuk, először még a súlyzókat itt félreteszem. Először csak arra kérlek, hogy foglalj helyet. Ugye arról beszéltünk, hogy a perdület megmaradás törvényét akarjuk vizsgálni, amihez pedig elengedhetetlen, hogy a külső erők forgató hatása nulla legyen. És akkor az azt kell, hogy jelentse, hogy megőrizd a mozgásállapotodat. Most nyugalomban vagy, nyugalomban is maradsz, ami azt jelzi, bármelyik helyzetben is, hogyha megállítalak, akkor úgy tűnik, hogy nem jössz forgásba, mert hiszen a külső erők rád nem hatnak forgatónyomatékkal. Eddig rendben volna. Tehát akkor te egy olyan rendszert alkotsz, amelyben a perdület, az impulzus momentum megmarad. Na most, hogyha az azt jelenti, hogy ha én megforgatlak, akkor ugye itt egy impulzus momentumot adtunk át neked, és azért megállítok, hogy ne szédülj el. Többiek, akik nem szédülnek, azok jobban látják azt, hogy amikor impulzus momentumról, vagy perdületről beszélünk, a lelki szemeink előtt egy vektort kell, egy tengelyirányú vektort kell látnunk valahol itt fönt, itt így mutat. Minél gyorsabban forog a rendszer, ugye annál nagyobb lesz ez a perdület vektor, amely mindig tengelyirányú. Talán arra is emlékszünk, hogy ez a perdület, vagy impulzus momentum, ez értelemszerűen arányos a szögsebességgel, és arányos a tehetetlenségi nyomatékkal. Tehetetlenségi nyomaték, az pedig függ a test tömegétől, de nem csak a tömegétől, hanem attól is, hogy a tömeg a forgás tengelyhez képest hogyan helyezkedik el. És itt jönnek képbe a súlyzók, amelyek tömegpontok,
ezeket el tudom helyezni jó távol a forgástengelytől, esetleg majd a lábaidat is ki fogod nyújtani, hogy jó távol legyen minden tömegpont a forgástengelytől, akkor majd én megforgatlak, és egy viszonylag lassú forgásba fogsz kezdeni, és akkor utána majd arra kérlek, hogy ezt így behúzod magadhoz, akkor az azt fogja jelenteni, hogy lecsökken a tehetetlenségi nyomatékod, a perdület viszont megmarad, aminek következtében viszont a szögsebesség kell, hogy megnőjön. Jó? Hát nézzük meg ezt, úgyhogy ügyes légy, nyújtsd ki kezedet is, lábadat is, és én szép óvatosan téged forgásba hozlak, nem túl nagy szögsebességgel, és akkor most szép óvatosan húzd be kezed, lábad. Igen, és talán mindenki jól látja, hogy ennek hatására a szögsebesség megnőtt. Most nyújtsd ki újra, hogy lássuk, hogy akkor az lassító hatással bír. Igen, és akkor esetleg ezt a gyakorlatot még egy-kétszer megcsinálod, hogy mindenki lássa, hogy annak dacára, hogy a szögsebesség változik, jól van, köszönöm szépen, nagyon derék, megállítalak, jó, mert azért ez szédítő lehet. Úgy tudom, hogy a villanykaron van űrmérnök képzés, hát egy alapfokú tanfolyamon már részt is vettél. Köszönöm szépen. A súlyzókat elveszem tőled, még azért szükség lesz rád, mert nem csak súlyzót szántam én a kezedbe, hanem egy biciklikereket is. Foglalj még addig helyet, addig egy rövid magyarázatot még hadd fűzzek ehhez. Ugye azt mondtuk, hogy ez állandó volt a kísérletben, hiszen külső erők forgatónyomatéka nulla volt. És akkor hát ez nem túl matematikai, nem túl precíz, de amikor ki volt nyújtva minden, hogy emlékszünk, hogy a tehetetlenség nyomaték definíciója az volt, hogy a tömegpontok és a tömegpontok forgástengelytől mért távolságának négyzetével volt arányos ez a tehetetlenség nyomaték. Ki volt nyújtva a kezünk, lábunk, akkor a tehetetlenségi nyomatékunk nagy volt. Cserébe kicsi volt a szögsebességünk annak érdekében, hogy a szorzatuk az egy adott érték maradjon. Amikor behúztuk kezünk, lábunk, akkor a tehetetlenség nyomatékunk lecsökkent, cserébe a szögsebesség nőtt meg, hogy a szorzatuk állandó maradjon. Oké? Okay? Most az előbb perdületet, impulzusmomentumot úgy adtam neked, hogy kívülről adtam neked egy ilyen kis perdületet. Most ezt másképp fogom a kezedbe adni. Fölpörgetünk egy ilyen biciklikereket. Lelki szemeink előtt most is látunk egy tengelyirányú vektort, amely ennek a rendszernek a perdület vektora. Ugye? Nem látjuk, de ott van a lelki szemeink előtt egy vektor. Most egyébként ez a lelki szemeink előtt a vektor ez éppen felém mutat, mert jobbkész szabály is van a világon. És akkor ezt a perdületet én most neked adom. Kérlek szépen, hogy ezt így fogd meg nagyon óvatosan. Te a madzagot is fogd hozzá, hogy nehogy véletlenül az beleakadjon. És akkor most ez a perdület vektor, ez ugye vízszintes, és akkor kérlek szépen, hogy szép erősen, de próbáld meg ezt függőlegesre, vagy a másik irányba átfordítani. Ugye a rendszer perdülete állandó, ezért amikor te függőleges irányba állítottad ezt a perdület vektort, akkor a rendszer összperdülete csak úgy maradhat meg, hogyha miközben ugye a kerék perdület vektora most jelen esetben lefelé mutat, akkor a tested, vagy az egész rendszer lassú forgásba jön, az ezt kompenzáló perdületvektort ad. És akkor ennek következtében, hogyha te ezt itt változtatgatod, akkor ugye ezzel hol jobbra, hol balra forgást tudsz előidézni. Ez ugye azt mutatja, hogy ugye ez a perdület, ez egy vektormennyiség, tehát itt nem csak a nagyságokkal, hanem az irányokkal is tudunk operálni. Most a másik érdekes dolog, hogyha most visszatartod így, és jó erősen megfogod, és én téged tényleg jó erősen fogod, de azért érzed azt, hogy nagyon egzotikus, furcsa irányokba akar téged ez elcsavarni. Tehát meglepő módon, lehet, hogy egy kicsit fölpörgetjük még, meg egy kicsit lehet, hogy arra is megkérlek, hogy kicsit olyan... Ne olyan nagyon erősen fogjad, hanem csak olyan kis finomabban. És akkor ebben az esetben, ha én téged elrántalak,
tehát téged forgatni akarlak, vagy akár ezt a tengelyt egy vízszintes irányban el akarom fordítani, akkor csodák csodájára, de a kerék az nem hagyja magát, hanem ugye az általam kierőszakolt forgási irányra merőleges tengely körül ezt elforgatja. Hát ez egy nagyon érdekes tulajdonsága az ilyen pörgetjüknek, giroszkópoknak. Hát akár veszélyes is lehet, hogyha az ember egy olyan kéziszerszámmal dolgozik, ami nagy tömegű, amiben nagy tömegű kerék forog, hát bizony azzal csúnyán arcon vághatja magát. Most itt, ha arcon vágtad volna magadat, engem az sem nagyon érdekelt volna, mert ugye tudjuk, hogy egy zárt rendszerben, vagy egy ilyen rendszerben a belső erők forgatónyomatéka nem változtatja meg a perdületet, a kísérletet nem befolyásolta volna, csak hát esetleg a, hogy mondjam, az ember reggeli borotválkozásához hozzátett volna egy kicsit. Úgyhogy köszönöm szépen a segítséget, akkor ennyit a forgózsámolyos kísérletről. És akkor, ha már itt a forgózsámollyal kapcsolatban néhány kísérletet elvégeztünk, itt beszéltünk, játszottunk a pörgetjükkel, a utolsó gondolatként, nem akarom aztán tényleg itt az időt nagyon rabolni, ugye nagyon érdekesen működik egy ilyen pörgetjű, ha csak úgy magában nézzük is, és mindaz a jelenség, amit itt majd látni fogunk, az erősen összefügg azzal, hogy ez a perdület, ez vektormennyiség. Hogyha fölfüggesztem ezt a kereket állóhelyzetben, mindenki látja, hogy ez itt így leketten, lefordul. Ennek nagyon egyszerű oka van. Ugye itt van a felfüggesztési pont. A tömegközéppontja a keréknek valahol itt középen van. Az erre ható nehézségi erő, annak forgatónyomatéka van erre a pontra nézve, és ennek hatására ez itt így el fog fordulni. Ezért fordul ez ugye itt el, hogyha ezt itt magára hagyom. Ellenben, hogyha ezt itt jó erősen megpörgetem, és most függesztem föl, akkor érdekes módon az nem fordul, nem a várt irányban fordul el, hanem a kerék tengelye az helyel közel vízszintes marad, és egy ilyen lassú, úgynevezett precessziós mozgás kezdődik el. Hát ennek is nagyon szép magyarázata van, és talán még ezt is ide nyomorgatom, ide fölírom valahova. Megtanultuk az impulzus momentum tételt, amely azt mondja ki, hogy ennek, ebből ti vizsgáztatok, tehát ezt elvileg tudnotok kell, tehát hogy az impulzus momentum időegység alatti megváltozása, vagy időszerinti deriváltja, az arányos a forgatónyomatékkal. Nem csak, hogy a nagysága, hanem az iránya is, hiszen mind a kettő vektormennyiség. Most egy kicsit talán szebben akarom felírni, akkor az a forgatónyomaték, ez delta n per delta t alakban írható föl. És hogyha lelki szemeink előtt látjuk ennek a keréknek az impulzus momentum vektorát, perdület vektorát, és hat rá egy olyan forgatónyomaték, amely ezt mindenáron így akarná lebillenteni, amely forgatónyomaték szintén vektormennyiség, és egy ilyen irányú vektort jelent, akkor könnyű belátni, hogyha itt van a mi impulzus momentum vektorunk, ami a kerék forgásából származik, akkor hogyha ez időegységenként megváltozik a forgatónyomaték hatására, és egy ilyen irányú forgatónyomaték változás jön létre, akkor ez az impulzus momentum vektort, ezt vízszintes síkban fogja elfordítani. És ezt a jelenséget hívjuk precessziónak, ezt láttuk itt akkor, amikor ugye ezt a kereket jó erősen megforgatjuk, és felfüggesztjük egy ponton. És akkor kialakul ez a lassú forgás, amit precessziónak hívunk. Jó, esetleg még egy másik precesszióval kapcsolatos kísérletet, ezt a pörgetjűs kísérletet is még megmutatom, ha belefér. Akkor itt egy kis rendet csinálunk. Jó.
Itt is egy biciklikerékhez hasonló eszközünk van. Az előbbi kísérlet alapján, ugye talán a tavalyi előadásokon arról beszéltem többet, az azért kényelmes, mert minden vektor merőleges minden vektorra. Van függőleges, van vízszintes, forgatónyomaték merőleges a tengelyre, tehát tiszta ügy. De hát a vektorok nem mindig merőlegesek egymásra, és ilyen pörgetjükkel is gyakran találkozhatunk, még ha nem is ilyen nagyokkal. Ezeknek a viselkedése is roppant érdekes lehet. Ez még annyival több tubbet, mint amaz, hogy tudom változtatni az alátámasztási pont, tehát ez az alátámasztási pontnak a helyét a rendszer tömegközéppontjához képest. Ugye el tudjuk képzelni, hogy ennek a keréknek a tömegközéppontja az valahol itt lehet, és ehhez képest én ezt mindig más és más helyen tudom alátámasztani. Ugye itt van egy ilyen kis oszlop, amelynek a tetejében van egy mélyedés, amelyen ebben ez stabilan meg tud ülni. Mondjuk tegyük föl, hogy ezt most úgy függesztem föl, hogy az alátámasztási pont alatt helyezkedik el a rendszer tömegközéppontja. Hát ezt onnan tudom, hogy ez így van, hogy egy stabil egyensúly helyzetben van. Ha kitérítem az egyensúly helyzetből, akkor ő e körül egy harmonikus rezgőmozgást fog végezni, jelezvén azt, hogy itt az alátámasztási ponthoz képest alacsonyabban van a rendszer tömegközéppontja, és emiatt az, mint egy fizikai inga, itt lengedezik. Ha akarom, akkor ezt föl tudom függeszteni úgy is, hogy a rendszer tömegközéppontja magasabban van, mint az alátámasztási pont. Ebben az esetben ő egy instabil helyzetben van, és le akar billenni. Ez olyan, mint a hegyére állított ceruza is ugye el akar dőlni. Hát itt is egy ilyen helyzettel állunk, szemben. És hogyha az ember ügyesen választja meg a rendszer magasságát, akkor esetleg sikerül elérnie azt, hogy éppen a tömeg középpontban sikerül ezt alátámasztanunk. Most egy picit olyan érzésem van, mintha még mindig egy picit a tömegközéppont alatt sikerült volna alátámasztani, hiszen ki akar billenni. Tehát ezen még itt lehetne javítani. Nagyjából el lehet érni azt, amikor bármilyen helyzetben ezt megtartom, akkor nagyjából abban a helyzetben kíván maradni. Hát ez némi ügyeskedés még kellene hozzá. Minket inkább az érdekel, hogy nem az, hogy álló helyzetben hogy viselkedik ez a rendszer, hanem akkor hogy viselkedik, hogyha ez még forog is ehhez képest. Ez azért ügyes mechanikai szerkezet, mert nem csak hogy tudom módosítani itt ugye ennek a tömegközéppontnak a helyzetét, vagy az alátámasztás helyzetét, hanem mindeközben még ez képes forogni is. Vizsgáljuk azt a helyzetet, amikor ez stabil egyensúlyi helyzetben van. Ilyenkor ugye álló helyzetben ez egy fizikai ingaként működik, és közben én ennek megpróbálok valami kis perdületet adni, és megpróbáljuk ebből az egyensúly helyzetéből kibillenteni. Ebben az esetben érdekes jelenséget látunk, de főleg akkor, hogyha még kicsit gyorsabban tudnám ezt megpörgetni. Hogy ebben a helyzetben is a precesszió jelenségével találkozunk, vagyis hogy nem csak hogy forog ez a rendszer, hanem még a tengelye is egy ilyen kuppalást mentén mozog. Hát ez most viszonylag lassan mozog, de mindenki látja, hogyha itt ennek a tengelynek az irányát vizsgálja, akkor ez egy ilyen kuppalást mentén mozog. Nagyon hasonló módon, mint a biciklikerék, csak most ugye itt a vektorok nem egymásra merőlegesek. Érdemes megfigyelni, hogy milyen irányú ez a precessziós mozgás. Most ugye egy ilyen irányú precessziós mozgáshoz van szerencsénk. Esetleg, ha növelem a forgatónyomatékot, vagyis lejjebb süllyesztem, nagyobb ez a forgatónyomaték, akkor talán látszik, hogy ugye nagyobb forgatónyomaték, nagyobb impulzusváltozás, impulzus-momentumváltozás egység idő alatt, gyorsabb lett a precessziós mozgás. Mi van akkor, hogyha az egyensúlyi helyzet fölé húzom, akkor ugye ebben az esetben, ha álló
kerékkel kísérleteznénk, akkor ez már lebillent volna, most ez nem történik meg, hanem továbbra is precesszál, de most, mintha az ellentétes irányban járná be ezt a kuppalástot, ez a tengely. És hogyha ügyesen sikerül eltalálnom azt a pontot, amikor is a tömegközéppontban történik meg az alátámasztás, ezt úgy hívjuk, hogy ilyenkor erőmentes a pörgetjű, ebben az esetben elvileg megmarad ugye, a rendszer impulzus momentuma, vagyis a tengely iránya az időben nem változik. Hát ez nagyjából így is van, ugye láttuk azt, hogy nagyon nehéz eltalálni azt a pontot, amikor a tömegközéppont az alátámasztással egybeesik, mondjuk azt, hogy nem precesszál, vagy ha precesszál, akkor igen kis szögsebességgel. Hát nagyjából ennyit szerettem volna elmondani a pörgetjükről, forgómozgásokról és a mechanikáról, és akkor az óra hátralevő részében pedig majd átadnám a szót Hertlein tanár úrnak, Karcsinak, aki pedig hőtani kísérleteket fog nekünk majd bemutatni.